Üdvözlök mindenkit! Most megint új dalokat fogunk tanulni. Az első az egy olyan lesz, amit nagyon szeretnek az emberek. Hát megmondom őszintén, én is nagyon szeretem, meg hát elég ismert. Szerintem szinte mindenki ismer. Hideg szél fúj, édesanyám. És így fog összeállni a dal, aztán persze a többi verszak ugyanez. Az akkordok pedig úgy fognak belejönni majd, hogy tehát C-moll először. Ide érünk a diszre, azután utána G-moll, és akkor utána, amikor az F-re föllépünk, akkor F-moll. Utána pedig, amikor már a G-re lépünk, akkor pedig újra C-moll. Tehát C-moll. Összeállni szépen a dalunk, akkor énekeljük is el, mivel, hogy így van meg a módja neki. Yeah.
szép nóta. Második mi legyen? Hát ugye mi volt már? Szépen el kell gondolkozni, és akkor már eszünkbe is jut egyből, hogy... Sokan kérték tőlem a katyusát, nagyon nehéz ez, de... Megmutatom. Talán akkor kezdjük a hangoknál. Úgy fog lenni, hogy... Basszusban tudom megadni neki az át, mert nem jön ki ugye a klaviatúrán, és akkor... szépen a dallam összeállni nekünk. És majd annyit bele fogunk tenni, hogy így fölmegyünk, hogy... És akkor az úgy fog kinézni ez a fölmenetel, hogy akkor... És akkor utána... és a többi. Tehát ahogy csak annyi, hogy ott beletesszük. Ez egy különálló dolog, ezt utólag tesszük bele, mikor már jól megy a dal. Először legyen meg ez az alapdal, amit legelőször is mutattam. Akkordok, nagyon fontos, várjatok, akkordok. Kérek egy pillanatot, és meg fogom mutatni leírva az akkordokat, jó? Azt mondja, hogy itt van. Itt mutatom, olvasható tökéletesen. Tessék olvasni mindenkinek. Na, ezek az akkordok, a basszus akkordok, amikkel kísérni fogjuk. Kicsit nehéz lenne ezeket már elmagyarázni, azért mutatom így leírva. És akkor annyi, hogy egy print screent vagy valamit nyomtok, és akkor le is van fényképezve. És ezek lesznek az akkordjai ennek a katyusának. Ha még lesz másik orosz dal, de az majd később. Most a katyusa, a fontos nekünk, azt mondja, hogy akkor démol. És itt én általam akkor belerakjuk még ezt az A hangot is, mert hogy nincs elég klaviatúra billentyű hozzá. Úgyhogy. Tehát akkor úgy kezdjük, hogy démol. Utána démol. Itt is még démol. Amikor a célra lépünk, akkor utána átlépünk. Kicsit le démol. Aztán újra D-moll.
részletet, gyerekek, mert ez megtanulni, meg felfogni is kicsit nehéz, de meg lehet csinálni, tehát nem egy nagyon nehéz dolog ez, meg lehet ezt csinálni, hát van ettől nehezebb is. Ez akkor D-moll. És amikor ez már megy, nem véletlen ismétlítem el kétszer, mert ez egy nehéz folyamat, amíg ezt megtanulódik, de meg lehet tanulni. Mutattam, hogy mik az akkordok, azok is tökéletesen láthatók, úgyhogy ez átpörágni, gyerekek, ez nagyon átpörágni. Nem tényleg. Thank you.
Na és így fog szépen összeállni a katyúsa dalunk, és így fog kinézni végezetül. Na, én ennyit szerettem volna mutatni, igazából még annyit megjegyeznék, hogy nem mindig ez az ingázó basszus van, hanem valamikor csak nyomjuk a gombokat. Ez abban a ritka esetben van, amikor olyan dalok vannak, vagy új akarsz kísérni. De a harmonikánál legjellemzőbb az inga basszus különben. Na, hogy mondjam, ez a... Hát, hogy a... De ilyenek, na. Meg csak nyomod a... Csak nyomkodjuk a gombokat szépen. Akár lehet ütemre is, azt mindenkire rábízom, hogy hogy csináljátok levél. Már tudjátok, elénekeltem, és ennyi. Most ennyit szántam, és jó gyakorlást kívánok mindenkinek. Valami kérdés, hogy valami van, akkor írjon bárki Facebookon, tudjátok. Már említettem másik videóban is, hogy nyugodtan írjatok, én segítek, ha tudok. Aztán mindenkinek jó gyakorlást, és kellemes. Hát jön a hétvége, úgyhogy mondanám, hogy kellemes hétvégét. Sziasztok!